A török szentmiklósi cinkék és Hodos Szilvia népdal összeállítása nyitotta meg a Szolnoki Művésztelep kertgalériájának átalakítás előtti utolsó tárlatát. Az eseményre rengetegen kíváncsiak voltak, zsúfolásig megtelt a tér. Egyrészt az utolsó alkalom, másrészt a művész nagysága okán. Egy új korszaknak az egyik kezdete ez. Remélem, hogy a megújult galéria az új épületben ugyanilyen nagyszabású rendezvénnyel indíthatja majd a programját. Gulyás Gyula filmrendező, Atlasz Gábor festőművész és Varga Patrícia Minerva művésznő is Szolnokra utazott a jeles alkalomra. Szalai Ferenc megnyitójában a felújításról és a művésztelep közösségéről beszélt az egybegyülteknek. A város szívcsakrájának nevezte a művésztelepet. Amikor lehetőségünk volt arra, hogy források álljanak rendelkezésre arra, hogy a város fejlődését még inkább lendületessé tegyük, leültünk a művésztelep vezetésével és megkérdeztük. A többes szám egyébként többek közt Kálai Marika, aki a város humán feladatainak felelős alpolgármestere volt, hogy akkor tényleg merre tovább. És egy gyönyörű terv bontakozott ki. A megvalósítás hamarosan elkezdődik, és másfél-két éven belül egy megújult történelmi városrész épül fel itt. Az eseményen Kardos Mária és Sipos Mihály, a muzsikás együttes gordonkása és prímása szórakoztatta a közönséget. A kiállítás Skok Iván, kortárs magyar festőművész 30 éves munkásságának eszenciáját vonultatja fel. Szemközpontú portréinak külön célja van. Úgy festettem meg a szemét, hogy a szemében tükröződöm én. Mindegyik kép ilyen formán egy önarckép is, ahogy a modell szemében látom magamat. Hétköznapi emberek, érzelmi hullámzások, történelmi alakok mind megtalálhatók a kiállításon, mely április 15-ig várja az érdeklődőket.